Érezted már, hogy égsz és közben a vízben fuldokolsz? Nem ez volt a legfényesebb munkanapom. Az ilyen napok kissé megviselnek. Áldozatot hozunk, olykor eltűnődöm, hogy megéri-e. A mai nap az valódi volt. A kinti életet túlbecsülik. Az életemben sose volt kapaszkodó. Azt hiszem, hogy ez volt az oka annak, hogy kételkedtem. Ez máskor is nyomasztja? Minden nap, csak nem mutatom. Nem tüntetheti el a zavaró problémákat, az élet nem ilyen. Nem megy. A veszteség, a gyász, ezektől vagy az, aki vagy. Vannak rossz napjaink, de még azok is jobbak, mint sok bajban lévőé. Meg kell tennünk mindent. Nem mi választjuk, de rajtunk múlik, hogy milyenek leszünk. A világ nem fekete vagy fehér. Ne dobj el mindent egy téves pillanatért. Nyilván kellemetlen, épp úgy, ahogy sejted, de a várakozás az sokkal rosszabb. Ha le akarod ezt győzni, akkor most azonnal kell. Mind kényszerülünk nehéz döntésekre, ilyen az élet. Megesik, hogy a múlt egy bizonyos irányba húz minket, a jövő pedig valami újat kínál. Mibe kezdhet még egy magamfajta? Most jöhet valami új. Mi tartott itt? Találtam egy célt, amit még el akartam érni. Elképzelhető olyan helyzet, amikor mi megadjuk, amit kérnek. Amikor összevetjük egy élet súlyát egy csomó élet súlyával, és döntést hozunk. Mi nem légüres térben létezünk. A körülményekből lesznek a tettek, és nem fordítva. Ha én már az első napon rávettem volna magamat, nem lennék csapdában. Ez soha nem változik, ha a magamfajták nem tesznek azért, hogy megváltozzam. Azt hittem, mindent megkaphatok, pedig nem. A senkinek sem megy, de ami tényleg kell, az meg lesz. És ez jó is így. Néha tartson egy kis szünetet. Kövess el hibákat, és pofára párszor. Mindegy, hogy igazi-e. Egyedül az számít, hogy milyen hatást kelt. Nem születtünk üres lappal. Nem tudjuk, hogy ki mennyit hordoz magába.